Szerbusztok, Hunti Tamás vagyok, illetve hát ez a nevem, ennyit tudok magamról. A többi úgy nagyjából még mindig ismeretlen maradt előttem. Ezt a dharmabeszéd bevezető részt én a Brandon Pace könyvének egy idézetével szeretném kezdeni. Nem tudom, mennyien ismeritek ezt a szerzőt. Ő írja a könyvének az előszavában, hogy mi mindannyian csiszolatlan, gyönyörű gyémántként jövünk ide. Az idők során ránk rakódik minden olyan élmény, amelyik ezt a csillogást eltakarja, és mint a guánó rétegről rétegre, szépen egymás után teljesen elfelejtjük, hogy miként jöttünk ide. Mi volt az a valami, ami ide érkezett, fölvállalta ezt az itt létet, gyűjti a tapasztalatokat, és elfelejtkezik arról, hogy voltak éppen úgy önmagában minden megvan benne. A Brandon Bass-nek a könyve, ez a belső utazás, ez egyfajta módszert mutat arra, hogy hogyan lehet ezeket a rétegeket megbontani, lerobbantani erről a szép gyémántról, hogyan lehet a nagyobb lelki problémákat helyrehozni, és ezáltal gyógyulást elérni. Pár éve olvastam, most ahogy erre a Dharma beszéd bevezetőre készültem, jutott eszembe ez az ötlet, hogy ha arról kellene beszélnem, hogy mit jelent számomra a zen, akkor két szempontot tudnék mondani. Az egyik, amit jelent, az egy szemlélet. Egy olyan szemlélet, ahogy a világot az ember látni tudja, gyakorlóként, nem gyakorlóként, itt élő emberként, mennyire vagy képes arra, mennyire vagyok képes arra, hogy a jelen pillanatban legyek. Ne vigyenek el a gondolataim, ne vigyenek el az érzéseim, ne azonosuljak olyasmivel, ami teljesen más, mint ami én vagyok. Egy olyan szokás, egy olyan bevett érzés, egy olyan reflex, amelyikbe nem is én vagyok benne, csak valami elvitt. A másik megközelítés, hogy mit jelent számomra a zen, azt leginkább egy munkaeszközként tudnám megfogni, egy ásóként. Nem egy szép dolog, kemény munka van vele, az ember meg tud izzadni, de ahhoz, hogy ezeken az említett rétegeken, amelyek az igazi önvalónkat fedik, valahogy át tudjunk ásni, mindenkinek szüksége van valami szerszámra, ami kézhez áll. Kinek ez tetszik, kinek az tetszik, kinek ez fekszik jobban, kinek az fekszik jobban. Nekem ez a zen gyakorlat teljesen bevált. Olyannyira megváltoztatta az életemet, olyan sok pozitívumot hozott, hogy elfogadom a mellékhatásait is. Itt fáj, ott fáj, itt indul meg valami, ott indul meg valami. Ez így teljesen rendben van. A kérdés az, hogy ebben a jelen pillanatban itt tudok-e lenni. Itt tudok-e lenni, vagy elvisznek a gondolatok, elvisznek az érzések. Mert a gondolatok azok csak jönnek és mennek, de seregével. Itt a párnán is, kint a valós életben is, illetve itt, ami laborkörülményeket létrehozunk, itt nagyon jól lehet látni azoknak a folyamatát, hogy hopp, elindult valami picike kis érzés, és már rántja maga után az összes többi gondolatot. Mi az, ami ezt az egészet meglátja bennem? Mi az, ami meglátja azt a mozdulatot, hogy most idejöttem sok száz kilométerről, rászánom az időmet, hogy egy kicsit mélyebbre nézek a dolgoknak. Egy kicsit megértsem, hogy mi lehet ez, amire rárakódott ez a rengeteg réteg tapasztalat, rengeteg réteg guánó. Hogyan tudnám megtalálni azt, ami a gondolatok közötti csendben is ott van. Gondolom, sokan ismeritek azt a példát, hogy felnövésünk során 7 évente megváltozik a szervezetünk, az összes sejtünket lecseréljük. Nő a hajunk, nő a körmünk, sejtek cserélődnek, tehát az, amilyen gyerekként voltam óvodáskoromban, az már nyomokban sincs ebben a testben. Mégis van valami, ami azonos akkor és most ebben a pillanatban.
Az, aki iskolába járt, az, aki házasságot kötött, az, aki most itt ül előttetek. Mi az, ami közös? Mi az a pont, mi az a valami, ami minden pillanatban ott volt? A gondolatok mögött figyelőként, tapasztalóként, látóként. Számomra egy ilyen munkaeszköz ez a zen gyakorlás, hogy ilyen finomságokra rálátni és elengedni őket. A Brandon Bass-nek a belső utazása egy egészen más metódussal dolgozik. Ő azt mondja, hogy ha bármilyen élményed felmerül, akkor abba éld bele magad, vigyél bele érzelmet, ráadásul több ember kell hozzá, az egyik írja a tapasztalatokat, az élményeket, amik felmerülnek, a másik pedig átéli. Átéli úgy, hogy eljut a forráshoz, és onnan vissza. Itt a zenben ez a munkaeszköz sokkal egyszerűbb. Csak egy valaki kell hozzá. Az, hogy ezt közösen gyakoroljuk, akkor is mindenki egyedül ül a szőnyegen. Mindenkinek egyedül kell megküzdenie azokkal a felmerülő emlékekkel, tapasztalatokkal, érzésekkel, vagy megérezni azt a létezést, amikor a gondolatok közötti csendben ott vagy. És hallod a madarak csicsergését, látom magam előtt a falat, érzem a teret, és van, amikor mindez elveszik. Ez a gyakorlás. A hullámai, amikor fölemelnek, a hullámaim akkor kicsit lejjebb visznek. Mindez a gyakorlás, ez arra nagyon hasznos számomra, hogy kint a valós életben, amikor olyan stressz szituáció áll elő a munkahelyen, vagy bármilyen helyzetben, akkor most már eljuttam odáig, hogy képes vagyok egy levegőt venni azelőtt, hogy reagálnék. Sőt, van olyan helyzet, hogy át is tudom gondolni, hogy szükséges-e mondanom itt valamit. Vagy elég csak hallgatni. Ez a munka, amit itt végzünk ezenben a labor körülmények között, ez nagyon sokat jelent számomra. Emlékszem, gyerekkoromban talán olyan 7-8 éves lehettem. Elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi lehet az az én? Mi az, ami az én énségemet megadja? És mivel senki nem zavart, nem tudom, órákig tarthatott, vagy pár perc lehetett, nem tudom már. Maga az érzés maradt meg, hogy egymás után rétegről rétegre nem találtam semmit. Csak az, hogy mi nem. Tehát azok a megrögzött szokások, az a nyelvhasználat, hogy én most magyarul beszélek, ez megadja az énségemet? Ez nem én. Még lejjebb. Ez nem én. Aki ebbe az iskolába jár, ez sem én. És a végére eljutottam egy olyan megoldhatatlan dióig, ami teljesen zárva maradt. Van valami, ami nem enged beljebb. És ez csak egy gyerekkori élmény volt. És most, amikor itt gyakorlunk, itt is hasonló érzés tükröződik, hogy ki lehet szortírozni, hogy én, ez sem én, ez sem én, ez sem én. És a végén az én keresésnek kijön az, hogy az én nincs is. Nincs is itt. Csak te vagy. Te vagy, aki a tükröm, aki reflektál arra, amit cselekszem, akinek a jelenlétemmel tudok segíteni. Mert voltak éppen az a kérdés, hogy miért vagyunk itt, mi az itt létünk értelme és célja, hát az még egy nagyon nehéz nyitott kérdés.
Egy biztos, ebben a jelen pillanatban itt lenni, és meglátni, hogy hogyan segíthetek neked, ez biztos egy jó válasz rá. Kívánok mindannyiatoknak nagyon jó gyakorlást, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy együtt gyakorlunk.